1970. december 14-én 16 nyugdíjas katona, rendőr, határőr alakította meg a klubot. Körtvélyesi Attila szerint a szervezet fennmaradása az összetartás eredménye. Aki volt katona, az jobban tudja, hogy miről beszélek. A fegyveres erőknél az összetartozásnak hatalmas ereje van, és én ebben látom egyébként a legnagyobb erőt. És azt büszkén szeretném még elmondani, hogy a Honvéd Egyesület a legidősebb, legrégebbi egyesületek közé tartozik egyébként Nagykanizsán. A jubileumi esemény alkalmából emléktáblát avattak a Honvéd Kaszinóban. Balogh László polgármester a város nevében méltatta a nagymúltú egyesületet és a szervezetnek otthont adó intézményt. Milyen érdekes, hogy mindig a művelődési ház szerepet játszotta. Tehát a művelődés ház a régmúltban is, és az önök otthonaként is, mert kell egy ház. Tehát én ezt emlegessem fel, hogy ahogy a várfalaknak van jelentősége, ezen házfalaknak is van jelentősége. A Nagykanizsai Honvéd Egyesület az 50. évfordulót egy fotókiállítással is ünnepli. Az elmúlt évtizedek pillanatai láthatók a Honvéd Kaszinó galériájában. Ha azt mondják, hogy honvédség, katonaság, akkor egy kívülállónak, vagy civilnek azonnal a rend, a fegyelem, a szigorúság jut eszébe. Látszólag ez természetesen itt is itt van, de hát ugyanúgy emberekről beszélünk, embereket rejt a katonai egyenruha, nekik is érző lelkük van, gondolataik, tehát ugyanúgy vannak köztük nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon jó lelkű, nagyon okos, nagyon segítőkész emberek. A tagság az évtizedek során átalakult, idővel beléphettek a hozzátartozók, majd teljesen nyitott lett a szervezet, ma már nem kritérium a nyugdíjas lét. A 132 fős egyesület délután közösen ünnepelt egy baráti, családias hangulatú rendezvény részeként.